A több mint 3,5 évtizedes múltra visszatekintő nyírségi torna a legnagyobb sakkverseny a keleti régióban. Ebben az évben a Kossuth téren megrendezett villámversenyen 44-en, a Continental arénában megtartott rapid viadalon pedig 57-en ültek asztalhoz. A hagyományos svájci rendszerben lebonyolított versenyre 112-en neveztek. A résztvevőket játékerőjük alapján 4 csoportba osztották a szervezők. Nagyobb meglepetés volt az A csoportban, a mesterek csoportban, a sok címviselő, tehát indult nemzetközi mester, FIDE mester több, a Nyíregyházi Sportcentrum egyik kiváló játékosa, Andrej Vacsilja nyerte meg, aki hát nem számított a verseny esélyesének, de ő egy 20 éves bombaerős sakkozó, aki felfutó ágban van, a tőle elvárt magabiztos játékkal, borotva éles játékkal tudta jóval nagyobb nevű ellenfeleket is megállítani. A B csoportban a Hajdú István, a Szentesi NB2-es csapatnak a kiváló játékosa tudta megnyerni a bajnoki címet magabiztosan. Igen, jól játszott István. A C csoportban egy ungvári fiatalember, egy 10-11 éves fiatalember, Vladislav Hurkovszky, Prokopisin mesternek a tanítványa tudta végül megnyerni a versenyt. A gyermekek csoportjában pedig 4-es holtverseny alakult ki. Sivadó Márton Barnabás végzett Buholc értékeléssel az első helyen. Gunyec Zoltán elmondta, hogy szeptember 23-án indul az NB2-es csapatbajnokság, amelyben 3 együttes, a Tiszavasvári Ese, a Nyíregyházi Egyetemese és a Nyíregyházi Sportcentrum képviseli Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét.